Thank you.
We'll be right back.
Ó, hej, hú! Na de Villa meg Olló! Sziasztok! Fantasztikusan kezdünk. Működik minden, el sem hiszem. Van hang, van minden. Egyedül a izét nem kapcsoltam be. Ó, ezt a vezérlőegységet. Sziasztok, mi a helyzet? Hát ezt le is lövöm, hogy ne legyen itt izé. Ú, de hangos. Igen. Amióta minden föl lett hangosítva. Jaj. Rögtön ezt is beüzemelem. Így né. Igen. Aha, furán működik ez a telefon. Így né. Ez is működik. Nagyon király. Ószom. Na. Még várunk egy kicsit, mert igen családiasan indítunk. Talán úgy nem kéne a játékot ellőni. Mondjuk egy kicsit csak, aztán meglátom, hogy mi lesz. Mi lészene? Addig nézzük egymást. Oda néz. Milyen napod volt, Orko Ennó 1? Nagyon szépen köszönöm, egészen jó. Nem sokat, de viszonylag jól aludtam az éjszaka. Reggel sokat lustálgottam, mikor majdnem visszaaludtam, eddig fantasztikus, akkor hívott a 3D printing service, hogy mindenféle újítást akar bevonni a kis projektjeinkbe, hardvereset, azaz akart venni egy DJI Osmo, bocsánat, az nem is G, hanem J, DJI Osmo Pocketet, hogyha megyünk majd rendezvényre, meg ilyen ide-oda, stb., akkor lehessen vlogot készíteni. Meg nagyon szöget ütött a fejében az Oculus Rift 2. Nem, Oculus Quest 2, hülyeséget beszélek. Az Oculus Quest 2, mert azzal lehet virtuális térben is szerkeszt, ugye ő is 3D-zik, meg én is, ő műszaki téren, ugye. De aztán végül is az Osmo-ról lebeszéltem. Malambila, halihó. Tehát lebeszéltem az Osmo Pocketről, mert nekem van egy gimbalom telefonhoz, úgyhogy mondtam, hogy felesleges, mert tehát amíg a telefonról, hogyha használom, akkor tudok live-ot is közvetíteni, ahogy az iparnapjairól is közvetítettünk, viszont az Osmo Pockethez kell egy telefon még pluszba, hiába van rajta kijelző meg ilyenek, azt nem tudja kilőni egyből a gépezetről a netre. Úgyhogy mondtam, hogy felesleges, meg ha együtt megyünk, akkor én viszem az én cuccomat, tehát ez felesleges igazából. Működőképes, semmi baj, nincs, csak nincs kihasználva. Mert én nagyon, nagyon érdekel a videókészítés. Már egyszer csináltam is egy darab videóklippet, amit így a gimbalal és telefonnal vettem föl, de így, hát mondjuk úgy, hogy motiváció és ihlet hiányban szenvedek. Nehezen dolgozom egyedül, nekem kell a társaság meg az inspiráció ahhoz, hogy elinduljon egy alkotás. De van, tehát felesleges venni. Az Osmo, vagy mi az a virtuális valóság szemüvegi, még meg nem jutottunk el. Na most egyébként meg van egy olyan, hogy tegnap éjszaka ugye tanulgattam, hogyan kell a PSVR-ral meg a Tilt Brush-sal így hát hogy kell használni, ugye? Tutoriálokat néztem. És szembe jött velem egy videó, ahol meg lehet oldani, hogy a PlayStation VR szemüveget most már rendesen rá lehet kötni a PC-re. És van átalakító a PlayStation kamerához, hogy érzékelje a számító. Mert olyan különleges bemenete van, ami csak Sony-s.
De van már hozzá átalakító, hát megoszta valahol 8000 forint, valahol 4. Úgyhogy a következő hardware-es beruházás az érdekesség kedvére egy ilyen kamera átalakító lesz, és akkor fogok tudni itt VR-ozni. Elvileg onnantól kezdve normálisan érzékel mindent, mert ugye a kamera veszi a jeleket a fagyikból és a sisaknak a lámpáiból, és van egy olyan program, ami nekem amúgy megvan, a Driver for VR, meg a... Várjál, mi is a neve? Driver for VR, meg Control for VR, vagy valami ilyesmi, ezt mindjárt nézem. Hanihó! Lesz akkor Rick és Morty VR. Akár még az is lehet, igen. Csak, hát mivel én egy ilyen nincstelen szitáros vagyok, ezért még azt a 4000 forintot is össze kell itt kurválkodni ahhoz, hogy meglegyen az átalakító a kamerához, ráadásul külföldről kell megrendelni, mert sehol nem árulnak, nem találtam normálisat itthon. De mindjárt mondom, mi a neve a programoknak. Gamingben van talán, igen, VR, és van a... Igen, a Driver for VR, meg DS for VR, vagy az ugyanaz a kettő? Öj, Jézusom! Hú, de hangos! Oda néz! Majdnem összeszartam magam, gyerekek! Konkrétan majdnem összeszartam magam. Oda néz! Hát ez valami fantasztikus. Köszönöm Markito szépen! Markito 87 bugyi pénzt küldött. X20. Köszönöm szépen Markito 87-nek az X20-at, és természetesen Narbalfasznak a Tier 2-es feliratkozást. Ja, Szabika, az azért van kikapcsolva, mert beszélek. Mert épp történeteket mondok. De várjál, megnézem, az a DS for VR, ez igen, az más, mint a Drivers for VR. Úgyhogy ez a két program, amit ajánlottak hozzá, ezek érzékelik tehát ezek használják a kamerát, érzékelik a fagyikat, és utána a SteamVR közös területén már benn is vagyunk. Ezt egyszer már sikerült megcsinálnom úgy, hogy vettem két PlayStation 3-as kamerát, és azt ugye fölraktam úgy, hogy lássa mindenhonnan a fagyit, de az szar volt. Itt viszont ugye itt van ez a lehetőség. Mindjárt mutatom, hogy mi kell hozzá. Úgyhogy nagyon izgalmas, mert így akkor nem kell, nem feltétlenül, hát ugye nem lesz mobil, nem lesz saját erőforrása, nem lesz semmi, mint mondjuk egy Osmona, vagy mindig azt mondom, a Oculusnak. Ez a PS Camera adapter, így van. Szóval egy ilyen felszerelésről van szó. Ez így néz ki. Oda kell bedugni a PS kamerát, csak általában erről a frugóról nem szabad rendelni. Úgyhogy muszáj vagyunk a izéről rendelni. Muszáj vagyunk eBay-ről rendelni. Ott meg egy kicsit, hát az meg külföldi eBay. Ez miért nyílt meg? Ez nem kell. Tehát egy ilyen bemenetű, és a másik vége meg USB 3-as, azzal lehet használni a PlayStation kamerát. Amúgy van belőle az eBay-es verzió, az ilyen... Várjál? Igénylés PS5-höz. Szia, Szinti, halihó! Ez nem is tudom, hogy micsoda, ezt nem is nézem, mert a PS5 nem aktuális éppen. Szóval lehet kapni belőle ilyen kevésbé fancy-t, de az... valahol az eBay-en láttam, Amazonon lehet kapni, $19 konzol, Lenyelj, beírom, hogy... Ja, mert várjál, PS AUX, az a neve, PS4 AUX adapter. Igen, ez. Ez egy ilyen kevésbé tűnik, de már nincs is. De itt lehet kapni, tehát eBay-ről ennyibe kerül ez az átalakító. Úgyhogy ez lesz a következő beruházás, és akkor ilyen érdekességet meg tudunk nézni, mert magyar tutoriált nem láttam róla, hogyan lehet a PS4 sisakot rárakni PC-re. Lehet, hogy ezt akkor majd mi megcsináljuk. Ugye, mert akármennyire menő, meg méltatlanul alul értékelt dolog ez az egész VR téma, azért baszki.
De az is lehet, hogyha megjön a Katsu szempály, megbeszélem vele, hogy a addonokra adott pénzéből esetleg ezt megvehetjük. Ó, nézd oda, és megidéztük. Na visszakapcsolom a Szabikát, mielőtt még itt izé lázod. Azt Isten megbaszta a rohadt. Mi a fasz? Málámbilájn. Úristen, de hangos. Miért üvölt ez így? Azt mondja, hogy XDD. Na. Markito 87. Valami nyolc, na így. Azt mondja, hogy hallok. Na. Azt mondja, hogy sziasztok. Halihó mindenkinek. Markito 87. Azt mondja, hogy lesz akkor Rick és Morty VR. Nevető arc. Azt mondjátok meg, hogy ha a Szabikával együtt beszélek, bár nem kéne, akkor azt mennyivel mondja, nyomja el a hangomat. Így talán jól lenne. Magához, hogy milyen egy összegányolt gépet hoztam XDDDDD. Az igen. 87. A Foxing nem azt tér magához a látogatásod kapcsán? Ajjaj. Ajjaj. Azt mondja, hogy összekulválkodjuk. Elnyomom a Szabikát, tényleg? Azt mondja, hogy... Baszki, nekem meg üvölt a fülembe. Azt mondja, hogy Szabika. Elréged, Tomi. Azt mondja, az hogy... igen. Ja, XD. Na várjál. Tírosom. Így, azt mindjárt. Mondja, hogy... Tojátok, ha jó, most jó, most jól lehet hallani? Azt mondja, ismerték, hogy... hallották? Tírosom, cséőő. Cséőő. Még mindig ne, ne bár, baszki. Azt mondja, baszki. Hogy csőtem. Hogy a faszba? Kacsus embai. Azt mondja, hogy Heli. Kacsus embai. Azt mondja, hogy vagyok nevető arc. Kacsus embai. Azt mondja, hogy... Pedig most aztán úgy lehalkítottam. Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy Szabik nyomod el te. Igen? Na várjál, ezt most nekem meg kell hallgatnom, mert nem értem, hogy miért. Alig hallom. Alig hallom. Elréged, Tomi. Ja, várjál, lehet, hogy tudom, hogy miért. Azt mondja, hogy nem. Hát most. Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy most. Olkó. Azt most mondja, jobb? Hogy most hangosabb vagyok. Elréged, Tomi. Azt mondja, az hogy igen. Picit. Na, jó van, meg lesz ez. Ígyni. Itt összedíjzsézem én a izét, a hangerőket. Mindjárt ki kell próbálni, most mindenhol visszahúztam. Tudom, mi volt a baj. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Így. Olko. Na most? Azt mondja, hogy ha-ha-ha-ha-ha. Most jobb? Csak most meg a izé kurva hangos. Elégettem. Jobb. Na. Jó, mondja, tudom. Hogy... Oké. Okay. Meg kell még tanulni ezt. Meg kell tanulni. A Windows rendszer hangokat lehalkítottam. Ha a izét lehalkítom, a Chrome-ot, akkor lehalkul a Szabika is. Ami nem jó. Elégettem, Tomi. Annak nem azt örülünk. Mondja, hogy csak nyugodtan. Nevető arc. Mert nekem viszont üvölt, mint a kurva élet. Na, de várjál, most talán jobb lesz. Mert magamnak halkítottam, csak amit én hallok. De ugye azt sem akarom nagyon lehalkítani. Elréget, mi most üvöltök? Azt mondja, hogy én mindig üvöltök. Nevető arc. Na jó. A Chrome-ot. Akkor lehalkul a Szabika is, ami nem elréget, jó. Tomi. Annak most egész jó. Hogy csak nyugodtan. Most jól hallatszódik a Szabika. Mert nem mondhatjátok, üvölt, mint a kurva élet. Na, elréget, most Tomi. Működik. Most működik a azt Szabolcs. Mondja, hogy most jó. Most jó, na, helyes, jó van. Én nem üvölthetek, teljesen le van halkítva a mikrofon. Hát még de lejjebb vehetem még egy kicsit, de... Én amúgy is kiabálok. Na most jó, most nagyon jó. Most szerintem pont jónak kell lennie. Hogy mindig ez a kurva hang! Elréged, Tomi. Mondom most jó. Azt mondja, jaj, hogy ó, Tomi. Mondom most jó, XD. Azt akarod, hogy én se térjek magamhoz miattad? Nem csak a Foxy? Mit fog szólni a Foxy? Puszíjuk a Foxy. Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy XDDDD. Ki csinálod szegény Foxy-t? Elréged, Tomi. Azt mondja, hogy hallja, örül neki. Nevető arc. Akkor ezt most neki küldöm. Ó, én is pont átváltottam a hangot. Szia, Foxy! Szia, Foxika! Azt mondja, hogy Tama FIQ-on. Ó, Tama is. Foxy együtt. Ó.
És majd így mondják... Visszajöttem. És majd mondják, hogy Tama ilyenkor... Elégett, Tomi. Azt mondja, hogy... Ti a Xiaomi XD. Így megkérdez ilyen csalafittám tőle, hogy izé... Legközelebb is így ilyen erősen megfogsz. Ti a Xiaomi. Azt mondja, hogy... Tama egy Kuon. Kuon. Elégett, Tama Tomi. Egy Kuon. Így van. Azt mondja, hogy... Mint valamilyen fantasy lény. Ti a Xiaomi. Azt mondja, hogy XDDDDD. Tama a Kuon. Szóval ez a baj ezzel elégett, a... Tomi. Igen. Azt mondja, hogy nem. Csak lesokkoltam szegényt, hogy milyen állapotok voltak a gépházamba. Kiket van a pucolni? Kiket van a pucolni, mielőtt izé? Miért oda viszed? Látod? Várjál, nézzük meg, a Sony hivatalos oldalán lehet-e ilyen adaptert kapni. Bocsánat, büfögtem. Hardware. PSVR. Elbréget, Tomi. Azt mondja, hogy pucolni. Azt mantő gyúj, csamfelági, ahogy van gyú. XD. Azt mantő gyú. Tessék, micsoda bújtatott reklám. Azt mondja, hogy azt mantő gyú. XDDD. Azt mantő gyú. Gyújtsam föl. Föl ne gyújtsd. Ki ne dobd a régi alkatrészeidet. Még jól jöhetnek. Elréged, Tomi. Lesz is ön kamera. Azt mondja, hogy XDDDDDDDD. Hát ez mi a jó Isten? Éld a teljes mozgás szabadságot és merülj el teljesen játékban, igyanis a lábaddal a virtuális világot. Te... Az igen! Mennyibe kerül egy ilyen? Van talpazat, VR talpazat PS4-hez. Hát az mondjuk nem kell. Nincs, annyi hely sincs, hogy üljek a szobába. Nemhogy még izé. Na mi van még? Ennyi. Ezek vannak. Vannak itt dobozok, az nem kell. Van, ó, ilyen repülőgép joystick is van. Nagyon fasz a VR headset. Az hogy rakott fel a sisakkal együtt, az a kérdésem. Headset tartó, jó, ilyen nincsen. Jó, ez nem adott ki oldalt. Jó, nem lehet kapni náluk ilyen átalakítót, szóval ez valószínűleg egy ilyen nem annyira hivatalos cucc. Na mindegy. Elnézést. Narval fasz. Azt mondja, hogy amúgy ahhoz Flight lehet, hogy jó. Simulátorhoz az jó kacsintó arc. Ahhoz lehet. Van ilyen boxolós játék. Ma átnyálasztam megint, hogy mik vannak, és ó, baszki. Hogy nincs ez elterjedve, nem is értem. Mindenki vagy Dance Revolution-ozik, néha Beat Saber-ozik, és kb. Ennyi. Én pedig olyan kurva jó játékok vannak rajta, jó, mondjuk az nyilván nézni, meg tehát a külső szemlélőnek, élménynek nyilván nem annyira király, hogy azt látod, hogy ő valójában azt látja, hogy bent van, de átélni hatalmas királyság. És hát ez a festőprogram, a tiltbrás gyerekek, hétfőn meg fogjuk nézni feltétlenül. Ma ellustálkodtam az időt is, ezért nem rajzoltam benne, de megígérem, hogy fogok. A hétvégén mindenféleképpen alkotok benne. Mert ki kell próbálnom, hogy ki tudom-e menteni belőle a cuccokat, hogy ki tudom exportálni. Elvileg ki lehet exportálni. Úgyhogy mondom, az a véleményem, hogy nagyon az anyád, az, hogy a 9895 forint egy ilyen adapter plusz 8992 forint a szállítás. Ez meg van őrülve. Akkor inkább megveszem a izét eBay-ről. Jézusom. Vagy szétszedetek egy régi PlayStation-t. Vigyeled! Nem lehet azt vajon megcsinálni, hogy egy régi PlayStation-ből kiszedjük a bemenetet,
meg egy sima OSB 3-asat mi magunk ráhegeztünk, vagy hegeztünk, na ezért nem én csinálom. Ráforrasztunk egy olyan valamire, amitől megkapjuk ezt a cuccot. Nem tűnik olyan hülyeségnek. Ért valaki az ilyesmihez? Ez egy elég easy megoldás lenne. Eléggé összehekecselős megoldás lenne. Tömikö 110. Azt mondja, hogy Csumpedli. Csumpala. Mi a helyzet? Így néz ki ez a szerkezet. Ennyire nem ér. 110. Ó, ha, azt mondja, igen. Hogy vége a hétnek, hál' Istennek. Tiasrom. Azt mondja, hogy hello. Ha valami ilyesmit kéne összedobni. Meg itt a zsugorfóliával le lehet fedni, hogy ne legyen ilyen pőrén. Illetve itt van kábelesen ugyanaz. De ez mondjuk, ez csak megnyújtja, ez a jó, mert ez USB. Nem, ez is csak a izé hosszabbító. Az nem jó. Kamera kábel extension, ez is csak kiegészítő. Na mindegy. A lényeg az, hogy megvan rá a technológia. Na ez a technológia az. Na ezt majd elküldöm az Attilának, mert ő egy nagy ilyen hegesztős ember. Azt hát, ha meg tudja oldani. Na. Visszalépünk, miatt itt megnyílik valami poresz. Kacsu sem baj. Szó. Azt mondja, hogy szó. Szó. Kacsu sem baj. Azt mondja, hogy mi ez? Na. Mihez kvellát alakító? Ahhoz, hogy a PlayStation kamerát rá tudjam dugni a számítógépre. Mert a PlayStation kamera kimenete, az csak a PlayStation 4-be jó. Ez a cucc, amit az előbb mutattam, ez átalakítja USB 3-as kimenetet, USB 3-as átalakító, és így rá tudom dugni a számítóra is, mert tegnap este megtudtam, hogy a PlayStation VR szettet is tudom használni PC-s VR-kodásra, és ezt próbálnám ki. Ezt egyébként boltból is meg lehet kapni, ezt az adaptert, 2000-től 7000 forintig, a 7000 forintos az ilyen dobozban van, PlayStation logóval, mindennel, amit el tudsz képzelni, tehát az ilyen kb. Hivatalos. Ez meg, amit mutattam, ez ilyen megcsinált. És az a baj, hogy olyan helyeken árulják, ahol én nem bízom benne. Nem tudom, hogy ez hivatalos oldal-e, vagy nem tudom, ellopják a pénzemet, vagy nem is. Nekem ez kéne, az, hogy ki tudjam próbálni. Mert akkor, hogyha tényleg használható... Azt mondja, hogy... Szóval, hogyha használható, akkor nem kell ugye venni a boltból nekem Oculus-t, meg ilyesmit, mert van VR szemüveg. De ez abból lenne érdekes, és akkor megpróbálhatnánk, hogy tudunk-e VR-ban blenderezni. Ez a nagy végcél. Mivel sajnos nem futja egy teljesen új Oculusra, akár csak egy 64 gigásra is, mert kit érdekel. Ugye nem akarok rajta tárolni semmit, meg itt nekem úgy sincs helyem, úgyis a számítógépnél játszanék rajta, vagy vele, vagy akármi. Úgyhogy igen, szóval ezt vadászom most, ezt a szerkezetet. Azt mondja, AUX, spin-out, hát mindegyszer megmutatom, hát ha valaki ért hozzá, hogy tudja, hogy ez milyen alaplap, vagy mi ez a kék tudsz rajta. Szóval ez a szerkezet lényege. És itt van drágán. Csak állítok, erről a frugóról nem szabad rendelni, és itt van simán. Ez
az olcsó verzió. És itt van 4000, a jóisten tudja milyen pénzösszeg ez. De hát ezt az oldalt se ismerem. India, akkor valami drachma vagy micsoda, nem? Nem tudom, milyen pénzzel fizetnek az India, milyen pénzzel fizetnek Indiában. Itt van, 15 font, az annyira nem vészes egyébként. De hogy így ez. Jaj, itt van. Mert azért mégiscsak kevésbé fájdalmasabb megoldása lenne ez az egésznek. És mondom, lehetne benne egy érdekesség, mert ha az emberek utána dobálták a PSVR-t, de mondjuk annyira nem izé, de ilyesmire akarja használni, és van rá lehetőség, hogy ha tudja használni PC-hez, akkor ez viszont hatalmas királyság szerintem. Ez több, mint nagyon király. Itt van, $85 is találtam. Tömik 110. Azt mondja, hogy jól hangzik. Kacsu sem baj. Ja. Azt mondja, hogy értem. Na, de innen nem fogjuk megrendelni akármi van, mert itt ilyen $80 árulják ezt. Úgyhogy kap be $80. Úgy tűnik, a PS5-ben már a VR az izével fog belemenni. USB 3-as csatlakozóval, ha jól látom. A Wish-ről meg pláne nem rendelünk ilyet, mert egyszerűen sose fog megérkezni. Meg küldenek helyette egy fél tehenet. Ami nem annyira rossz, csak hát nem ezt akartuk. Na! Jól van, ezt most már kiveséztük, én azt mondom. Úgyhogy ilyen érdekességek várhatóak. Ilyen kis érdekességek várhatóak. Ti hogy vagytok? Hogy telt a hét? Hoppá, minden rendben van-e? A játékkal kapcsolatban, a Kane-nel kapcsolatban egy dolgot jegyeznék meg. Ránéztem a leírásra, hogy mi van ezzel a hőmérsékletbeállítással. Nem olvastam, ugye, és láttam. Igen. Azt mondja, hogy stresszis volt, stresszis. Na, a lényeg az, hogy most már lehet pihenni. Elmondom gyorsan. Nem olvastam el a leírás, még nem csaltam vele kapcsolatban, mert kiderült, hogy ennyi van már csak a játékból. Úgyhogy sikerült az utolsó, szerintem izgalmas 5 percet mára hagyni. Úgyhogy előre láthatóan azt fogjuk csinálni, hogy gyorsan lejátszuk azt a maradékot. Kikapcsolom a streamet, visszakapcsolom, és akkor estig valami más lesz. Hogy is akkor nem kell megvagdoznom, mert 1000 év mire kirendereli. Úgyhogy majd lesz egy ilyen megállás, de csak az, hogy most már a végjátékban vagyunk. Tehát gyakorlatilag tegnap, ha rájöttünk volna, hogy kell megcsinálni a hőmérséklet szabályozást, akkor ma már mással játszanánk. Na nem baj! Úgyhogy most így, ez nagyon jó jött ki. Hétfőn meg Chicken Police. Már nagyon jó lesz. Ez nem fog, ez a hajtincs, ez direkt. Na. Ha stresszes volt, de most már hétvége van, nagyon helyes, remélem. Bulisztok a hétvégén, meg mit tudom én, ne felejtsétek, hogy holnap 20 óra 17-kor van az újabb kísérlet az Artemis kilövésére. Úgyhogy ha úgy adódik, mert a Hannes nem lesz itthon, akkor lehet, hogy lesz egy ilyen esti stream holnap is, aminek a keretén belül legalább a kilövést megnézzük, ugye, mert továbbra sem mondjuk egy csillagász csatorna, így hát ez teljesen felesleges itt szájat tépni. De a kilövést azt megnézzük. Kacsu sem baj. Azt mondja, hogy akár mehetne modellezés.
Csak mert rég volt, de kövezzetek meg, ha nem jó nevető arc. Amúgy igen, amúgy simán lehetne, mert már kitaláltam egy csomó Asszonya, dolgot. Hogy a kolléganőm két nap alatt kiidegelt, de itt a hétvége nevető arc. Na, nehogy behívjanak. Tömikö 110. Ja, az, lekopogtam. Asszonya, hogy bár szeretnél csillag lenni. Nagyon szeretnék csillag lenni. És azt énekelni, hogy én világítok fenn az égen, mert akkor a sztár vagyok, meg a sztár vagyok. Bocsánat. Kitaláltam, hogy lehetne csak a látvány kedve, ugye? Azt a látvány kedvéért. Ez az. Egy keresztbe egy hidat csinálni föntre, és tudjátok mi az, ami nagyon hiányzik, és minden cyberpunk városban van az utcán? Na ki mondja meg mi az, ami hiányzik a cyberpunkozóból, pedig alapkövetelmény lenne. Nem az emberek, robot van, patkány lesz. Jó, megmondom én. Automaták. Üdítőautomata, kotonautomata, bugyiautomata, újságpapírautomata, valamilyen automata. Úgyhogy el kell helyeznünk, mert nem nagyon van... Ugye? Azt mondja, hogy tényleg. Automata hiányzik. Nem nagyon van szabad felület neki, úgyhogy valamit majd odébb kell pakolgatni, de megoldjuk. Lesz automata is a fánkozónál. Meg gondoltam keresztbe egy hidat. Csak egy híd részletet. Ugye, hogy én szeretem, Londonban is van egy csomó helyen, ahol az Overground megy az utak fölött, és ott van egy ilyen kis ilyen aluljáró, szerintem nem aluljáró, hanem rendesen a járda szín, csak fölötte van egy felüljáró. De azt nagyon szeretem, az olyat. Úgyhogy valami ilyesmit lehetne neki. Minél zsúfoltabb legyen, de mégis minél szélesedjen. Tehát olyan kb. Mint egy ilyen Dark Souls vagy Bloodborne játék, ugye, hogy kurva nagy terület, de iszonyat aprólékos és tömött. Ilyenre akarom, ez nekem nagyon tetszik. Aztán ugye azóta, hogy ez az izometrikus játékkal játszottunk, meg így, hogy kapirgáltam egy kicsit a játék csinálás, tehát még csak elméleti szinten. Nem úgy, hogy elméletek bele kapirgáltam, hanem csak az elméleti szintét néztem meg. Azóta most nagyon elkezdett tetszeni. De megmondom nektek megint a pszichológiám, hogy meg a pszichózisom, benne vagyok egy játékfejlesztős csoportban a Facebookon. Hát már azért is, hogyha vadonatúj játék kijön, ami jaj, léci, játszatok már, nem akarjátok kipróbálni demo, stb., akkor mit ki tudjuk próbálni. Másfelől, hogy lássam, hogy ki mit mond, és ott is megy a sznopkodás, a jobban tudja, a másik lehúrogása, te hülye vagy, miért azt a programot használod, miért mondasz ilyet, miért nem kétszer balra, miért egyszer jobbra, meg ilyen fasságok, és így annyira a nagy öregek, meg az ilyen kurva szakértő emberek mindig úgy elveszik a kedvét az újaknak, szerintem nekem legalábbis. Tömikö 110. Azt mondja, hogy vagy ki mit tud megy. Igen, ki vagy ki hogy merről megy. Azt mondja, hogy Merriving 1 Serió slot, Merriving 2. Az igen. A tündérlajhár. Tündérlajhár. Gyerekek, rendezzük le szerintem a játék végét, én azt mondom. És utána kitaláljuk, hogy mi, hogy merre lesz, jó? Azt mondja, én azt mondom, hogy a végjátékot toljuk le gyorsan. És van egy logikai ötletem egyébként, hogy hogy tudjuk kitalálni a hőmérsékleteket. Azt mondja, hogy emeldes tructoid egy. Hát a Fall Guys-t nem fogom 87. neked megígérni, mert az annyira azt nem mondja, az én világom. Aztán Fall Guys XD. Valamit kitalálunk, de az egyébként jó ötlet volt, egy csendes esti szerkesztés. Még sose szerkesztettünk így este. Arc. Szia mosolygó arc, Trocsmink, szia! Na, azt mondja Kane. Üdvözle Hellet, jó. Nagyon király, a játék alatt kikapcsoljuk a hangtorzítást. Azt nem is így kell, Tömikö 110. Hanem így, figyeld. Azt mondja, hogy szeretnék kérni egy piki-puki. Azonnal küldöm a piki-pukit. Ígyni. Tessék.
Mindenkinek visszaküldtem tegnap, amennyit visszatudtam küldeni, amit a rendszer engedett, úgyhogy szüli hónap van, az első, vagy mi az, a csatornapontos kívánságok ingyen mondja, vannak. Köszönöm. Várjál, el kell mondanom azért becsületből, hogy nehogy az legyen, hogy nem tettem meg semmit itt a meggazdagodás érdekében, valamilyen subtember van, ami azt jelenti, hogy olcsóbb a feliratkozás. Nem tudom, hogy működik, nézzétek meg, ha érdekel, és az olcsó feliratkozós képességéteket rám akarjátok elverni, addig elindítom a játékot. És csak mondom a Szintinek is, hogyha megnézi a csatornapontból kiváltható fantasztikus dolgokat, akkor elindult a csatornapot gyűjtés arra, hogy drag queen legyek, 1 millió csatornapontot kell összegyűjteni. Markito 87. Úgyhogy... Azt mondja, hogy... És nyújt. És nyújt, így van. Tehát nézzétek meg azt is, dobjátok be a napi kötelező 2000 pontos megoldást. Tiasom. Ja igen, mert hogy a Szinti fog engem kifesteni, ugye? De egyébként megmondom, hol állunk benne, mielőtt itt nagyon elharapóznának a hangulatok. 3% gyűlt össze, azaz az anyád, az igen, már 38 000 csatornapont összegyűlt. Vajon akkor is ilyen lelkesek lennétek, ha bitből kellene az 1 milliót összegyűjteni? Ha? A Tiasrum. Aki járatos a izében, a... Hogy tudott a napocska 8000 pontot adni? Nem csak 2000 a maximum? Vagy 4000? Mennyi a maximum? Szóval aki járatos az Instagramon, az már Szintit kívül belül ismeri. Bocsánat. Elnézést kérek. Az, ott, szintén nem a smink miatt kell járatosnak lenni, hanem a fényképek miatt. Na mindegy. Nem akarok túl messzire menni. Nos, mi van? Ugye már lefagyott, vagy kilépett a játék. Ne lépjen ki. Bassza meg. Na. De szerencsére a Szinti veszi a lapot, hogyha ilyeneket mondok neki róla, hozzá, belőle, hozzá, ról, neki, ből, róla. Há. H betű. Na, szóval, hogy értitek. Úgyhogy nincsen semmi gond. Ennyi. Azt mondja, hogy folytatás. Tehát ott akadtunk el, hogy el kéne jutnunk a felvonóhoz, de az elszabadult Samantha, és egyébként most már összeállt az én fejemben, hogy a stázisban ő támadt ránk az egyik szobában, ott ami nem a lefagyott szobában, hanem ahol középen állt az inkubátor. A Samantha volt, a kifejlett Samantha. Ugye úgy tudjuk csak lecsillapítani, ha szerzünk magunknak egy lárvát. A lárvát le kéne hibernálni, de most nem jó a hőmérséklet. Látjátok, hogy egyébként másképp ízzik. Látod, Tomi? Ugye az volt, hogy nem változott a kijelző, de változott, szerintem most túl meleg van. És rájöttem a nyitjára ennek a dolognak, hogy hogyan tudjuk megcsinálni, hogyan tudjuk kinyerni a lárvákat. Szia napocska! Halihó! Na! Egy értéket tudunk, ami föl van ide írva, hogy 84 RH-ra kell fölvinni a páratartalmat, ami az a relative humanity, vagy mi a jóisten, humiliation, akármicsoda. Úgyhogy egy dolgot kell csak tennünk, figyeljtek, hozzáállítjuk a hőmérsékletet. Addig nyomkodjuk, amíg jó nem lesz. Valószínűleg ezért nem mondták sehol, mert valaki, aki okos, az egyből rájön erre, hogy nem kell ott nagyon kapargatni. És egyébként, nem tudom ki mondta, de jó szobát néztünk, a 668-as szobát kell nézni. Mert az a lárva basztató szoba. Úgyhogy most elmegyünk. Ez tényleg csak 5 perc lesz, annyira közel vagyunk már a végéhez. Nagy sajnálatomra, mert csíptem. Majd egyébként megszavazzuk a játékot, jó? Mert 2 alternatívám van, hogy mivel tudunk játszani. Nem most, hanem hétfőn. Új játékot ma nem kezdünk már. Ez teljesen biztos. Szóval, ide kell elszaladni. Jaj, álljál meg! A személyes adatcímkét... Nem! A személyes adatcímkével belépünk a te... A, izébe. Taba, miért nem írsz vissza? Légy szí!
Na, az a 668-as szoba. Így. Ugye be van állítva, hogy a, ennek negy, mennyi, mit is mondott, hogy 84 RH-nak kell lennie. 84 RH, és figyelj, egyszerűen fogom, és valamelyik irányba elkezdem nyomni, addig, ameddig össze nem illik. Ami eddig nem jött be. Ami nem jött be, bassza meg. Esküszöm, erre gondoltam pedig. Mert itt a számítónak kéne jeleznie. Várjál. De várj, ez lehet, hogy eznek föl kell mennie maxosra, és a hőmérsékletet kéne lejjebb vinni. Az RH az 84, ez tuti. Azt mondja. 84. Ott is van! Ott is van! Ott is van! Megnövekedett aktivitás, és készen is vagyunk, és mehetünk vissza lárvát fogni. Ugye tudtam, tudtam, csak nem valamire elkattingattam. Ennyi, jó volt a logikám. A, igen, a szobában az ábra mutatta, de nem mutatott számértéket, tehát nem tudtuk, hogy most fölfele vagy lefele, a hőmérséklet nem jó, vagy a páratartalom, ezeket mind nem mutatta, mert úgy is szólt a leírás annak a jelzésnek, hogy primitív módon mutatja a körülményeket. De megvan, úgyhogy elvileg most már azt abból a gribuldából kinyert anyatejet be tudjuk tenni a izébe, a lárva tartóba, a csali, mi az istennel. És akkor ki tudunk nyerni egy lárvát. Szülési labor. Szülészeti labor. Oda néz. Én is nyomok egy ilyet. Tényleg, amióta a szinti nem volt, itt ilyen újítások vannak, hogy tele vagyunk ilyen hangeffektekkel, meg hangtorzítással, meg minden. Mit szólsz hozzá? Rettenetesen sokat fejlődött a csatorna. Na most ide tudjuk tenni már erre a panelre, de érdekes, nem változott az ábra. Mi az, hogy hiba? Ja, várjál, tudom, de egy béna fasz vagyok, hiszen elkapcsoltam, tovább túlnyomtam, jelezte, hogy ott jó, de azon is kell tartani. Oh, de egy béna fasz vagyok. Zis, neked is. Tehát, amikor kírja, hogy változás van, akkor meg kell állni. De nagyon béna vagyok, bocsánat. Annyira örülök itt, meg annyira föl vagyok itt izélve, lelkesedve, hogy elbasztam. Biztonságos hazatérést, jó utazást! Kérem, hagyják el a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat is. Ne felejtsen el, Tomi, leszállni. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Na. Szíveskedjenek vigyázni, a hőmérsékletet ott tartani, ahol kell, a kurva életbe. Na, azt hittem, tudjátok, hogy az lesz, hogy már nem lehet többet nyomkodni, és akkor izé... Ott megáll az animáció, vagy mi az az interakció lehetőség. Nem baj.
itt rohangáltam. Majd jó, majd izé, jönnek a nővédő egyletek, meg a minden, és beperelnek, mert egy terhes nőt rohangáltatok egy amúgy is teljesen veszélyes és fertőzés veszélyes helyen. Ugye több ízben van rá, videós, videó, izé van. Ó, köszönöm szépen, köszönöm. Most Tomika találtam... 110 bugyi pénzt küldött. X3. Találtam... Jó bemondó hangot. Találtam szinkron hangos kihívást a TikTokon, de ízéset. Angolul. Na, az nagyon jó. Na, itt. Most a jó. Na, most lesz a jó. A lárva laborban. Úgyhogy majd lehet, hogy jönnek ilyen angolul szinkronizálós TikTok videók. Egy srácnak az oldala, aki csak ilyen izé kiírja a szöveget, és megmondja, milyen hangulatban kell felolvasni. És van ilyen, hogy filmes főgonosz, vámpír, mit tudom én. Úgyhogy kiválogatom, ami tetszik, azt fölmondom angolul. Meg a Resident Evil 2-es izét is kéne már csinálnom szinkront. De az kéne egy női hang! Klári magyar hangja kéne hozzá. Tényleg a Szinti úgy is mondta, hogy jön át, nem akarja leszinkronizálni Claire-t nekem. Már minden megvan, csak föl kell mondani a szöveget. Már lefordítottam, már megcsináltam a háttérzajokat, mindent. Csak elfelejtettelek mindig megkérdezni. Mondjuk ezt nehez alatt a játék alatt beszéljük meg. A kurva életben 5 perc múlva végzünk, és akkor beszélgetünk. Fogd már vissza magad. A villanyóra démon nem vállalja. Na, tessék, a Szinti leszinkronizálja. Majd megnézzük együtt még egyszer a izét. Az intrót, hogy melyikről van szó. Na de most fejezzük be ezt a játékot. Na most mosolyog a baba! Mosolyog a baba! Lefolyik az arc... Ez teljesen véletlen volt, nem én írtam a szöveget. Lárva elfogása folyamatban. Woo! Na, Klári a legnagyobb kedvenc, ennyi. Oda néz! Aha, mert benn van a tej abban a izében, és a kukac bele fog mászni, mert ugye ez egy csali. És ha elkapom, akkor az ő gázukkal tudom lenyugtatni Samanthát. Remélem a... Ja! Csak a Szintinek mutatom, mert ő nem volt itt. Tegnap, hogy hogy hívják a lárvákat. Szerintem a legmenőbb lárvát kaptam el. Na. Deli inkubációs tartály. Mi a neved? Nem, Charles. Na, nem a Charlie-t akartam elkapni. Majdnem el is felejtettem erről, elfelejtkeztem erről a hangról. Bocsánat! Ki ez? Meg tudjátok mi a fura? Hogy nem rádió hangon beszél. Én mégis úgy játszom a játékot. Én úgy játszom a játékot, hogy én az Attila nevűt kaptam el. Az Attilát kaptam el. Egyiket se hívják Charlie-nak. Na most várjál, most vajon hova kéne mennünk? Vissza a Dr. Adam... Ha ki tudnám valahogy Charlie Samanthát Freddyvel, akkor... Yes. Igen. Akkor viszont mindenféleképpen oda kell mennünk az előtérbe. Na most lehet, hogy párszor meghalunk. The next conversations I have with my children, it will be different. Second chances at life don't come around often. Second chances? Your dad would be proud of you, Hadley. If he knew me, knew who I'd become. A survivor. It's not my fault that I look like him, or act like him. And it's certainly not this baby's fault that I'm here. That's on me. I can't blame my child for where I am. I know that my baby is
family. Family. Bárcsak. Fan. Ventilátor fan. Lassan forgó ventilátor. Nem. Meghalni csak akkor gáz, ha nem akartál. Hát igen. Ezért szugerálom magamból. Jaj, ne! Akkor ez nem jó. Valahogy bele kell juttatni szerintem a szellőztető rendszerbe. Ő Samantha. Nem a lány, nem a terhes lány. Ő Samantha. A francba. Na várjál, akkor... Na, akkor most kell kitalálni, hogy hova tegyük. Vissza kéne vinni. Ide talán. A legénységi körlet nem jó. A szülészeti laborban más nincs. Várjál, talán a Dr. Adamshez menjünk vissza? Lehet, hogy ő tud valamit esetleg? Nem. Biztos, hogy a lélegeztetőbe kell, hogy a... Mint, hát igen, igen. Mint az egyetlen az erőtéren kívül lévő embert. Várj, nézzük meg itt a szülészeti labornál. Na, onnan szedtük ki. Ugye a szülészeti laborral szemben van a öreg Kane-nek a stázisos teste. Ez itt. De itt már nem tudunk mit csinálni. Mert megnéztük az öreget. És ugye van ez a rész itt. Amire... Ó, amiben azok a szülő leveses nagy szarok vannak. Lehet, hogy még 5 perc lesz, az én tempomban játsszuk végig. Itt is csak egy PDA van, meg itt... baszki, na jó. Azt mondom, hogy menjünk innen, mert ez... Jó, csak az lesz, a környezet szabályozóhoz kéne elmenni. És ott valahova behelyezni ezt a lárvát, hogy a gáza elárassza a helyet, és lenyugtassa Samanthát. Mert ugye itt vannak a nagy ventilátorok. Úgyhogy valószínűleg azért, mert itt az előtérben van nagy ventilátor, Samantha itt garázdálkodik, akkor valószínűleg ez lesz a megoldás. Ugye a szac nyomtatott, tényleg az elaludt már? Várjuk már egy pillanatot, mert ugye végülis volt tűzoltási részleg, vagy tűzoltási akció. Nézzük meg, hogy ez itt ége még. Itt volt a meleg robot. Rál vagyok. Aha, hát itt nagyon nem lehet semmit se csinálni. PDA-t már elolvastuk. Meghibásodott hologram. Jó, akkor csak az van. Akkor nekem csak a környezetszabályzó az, ami eszembe jut. Most ha tényleg mindent becsülettel megnéztünk. Volt meleg robot? Hát, de például nem tudok azzal mit csinálni, aki nincs itt a kezdéskor, gyerekek. Volt bizony. Hát nézd vissza, már föltettem tegnap este az előző részt. Ott a izébe, a személyes adatcímke nyomdában volt a Ralph nevű mesterséges intelligencia. Így mondta, Ralph vagyok. Hello. Így beszélt. I'm Ralph. Yes. Mondom, Ralphi baba, mi van? Na. Ide kell persze! Mert ha oda tesszük, ezt a holttestet fogja megtámadni talán a Sammy baba. Aha. Jó van, Freddy, ideje szólni anyu. Ide szólítani anyu. Na de akkor mi pattanjunk meg innen, baszki! Ez
Ez a csaj csak csetlik, botlik, bazeg. Háromszor a... Az igen! Az igen, hogy bevetődött! Ó, Jézus Krisztusom! Oh! Wow! I can get help. I can find you now. No time. The elevator. Közel van. Itt van. Annyi. Baszki! Hát ez elég durva volt. Erépjegy, erépjegy, erépjegy. I can feel it. I know. Oh, Samantha. Az átkozott fenevad kettőbe lett szelve. Émeítő gőz szivárok a felszínre került belsőségekből. Na. Viszont akkor van egy tippem, gyerekek, ez nem előzmény ez a rész, hanem utózmány, közvetlenül talán a stázis után játszódik. Mert a Samantha ott még életben volt, tehát nem lehet vagy előzmény. Ja, az! Ahogy a izébe indul a bakterházba, mondták, hunjuk be a szemünket, azt úgy falatozzunk. Samantha így lett belőle szalonna. Na, irány a felvonó. Visszaálltak a izék a tér. Aha, ez már végjáték, mert nem enged más merre. Ez mekkora action volt a végén? Action! Hitting on a make like a true survival. I need some action! Bocsánat. Hashtag Tourette, egy ilyen pólót fogok csináltatni. Szerintem ő... mindennapos. Na most mindjárt itt megszül. Most várjuk. Lift me up, ullalalala. Az igen. Mi a fasz? Megindult a baba megindult. Nem csodálom, amilyen hátas nyomott. Le kéne venni a gatyát, mert az úgy elég szűk lesz. Nothing is wrong. Nincs semmi baj. This is the way it was meant to be. Mi a fasz? I don't understand. Nana. Ó, baszki! Hello, Hadley. Ez nem is olyan... Anyád! Ez a krumlék! És már szerelik szét, vagy javítják, látjátok? Oké. Na igen, én is úgy tudtam, de valószínűleg rosszul olvastam. Ez az utózmányjáték volt, nem előzmény. Ugye ez azután játszódik, hogy a John kilőtte a feleségét a izével, a mentőkabinnal. Ő rajta maradt a hajón. A hajó vagy leszállt, vagy lezuhant erre a helyre. Figyelj, elég nagy a hajó. Ki tudja más részlegekben mi volt. És akkor ez a Hadley pedig ezen a bolygón volt, egy kénvállalatbeli laborban, vagy létesítményben ugye. És a hajó lehet, hogy automatikusan idejött, miután legénység nélkül maradt. Vagy ugye volt rajta egy-két ilyen elmebeteg, mint amilyeneket itt is látunk meg az előző részben. Minden esetre egy valami, ami teória, a hang.
a hangra, valakinek van valami teóriája? Mert ha nem, akkor elmondom szívesen. Na, figyelek. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szűrtetek le belőle. Így van. Nem. Nem a John volt, ott van fönn az igazság. A baba volt. Az öreg Kane-nek a klónja. Akit ugye az a Dr. Adams meg az az idióta önmagát ostorozó figura föl akart támasztani, az öreg Kane, és ugye folyton kudarcba fulladtak. Azért volt a Hadley annyira fontos, mert benne fogalt meg az első jó verziója Kane-nek, és az született meg. Szóval azért ő arra jelentkezett, azért jelentkezett ilyen gazdatestnek, hogy egy klónozott, hibridizált, akármilyen izált, ugye, a saját DNS-éből, a mit tudom én miből összetákolt hibrid klón atya úristen szülessen meg belőle. És a stázis után játszódott. Úgyhogy a következő rész volt a stázis Bone Totem, az majd az év végén jön valamikor, az év utolsó negyed évében. Nagyon kíváncsi leszek rá, úgyhogy vissza fogunk rá térni mindenféleképpen. De hát ez nagyon brutál volt, ez a játék is brutál volt, kurva jó hangulata volt, nagyon jó volt a történet, ez ugye rövidebb volt sokkal. Nem tudom, nekem nem volt benne kivetnivalom, én nagyon élveztem. Az elején volt egy szakasz, ugye, amikor nagyon elakadtunk, utána viszont egész gördülékenyen ment. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik rész, vagy hát a Stázis 2 is nagyon jó lesz. Én bízom benne nagyon. Na, viszont most mindenki maradjon egy helybe és kezdje el frissítgetni a streamet, mert bekapcsolom, hogy ne kelljen vágnom a videót, és akkor innentől majd kitaláljuk későbbiekben, hogy mi legyen, úgyhogy pillanat.